Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elkezdte a felkészülést az A Studio Futsal Nyíregyháza NB1-es csapata. 31. alkalommal rendezték meg a Milotai Gábor koronglövő emlékversenyt. Magyar kupa és bajnoki meccsekkel rajtol augusztusban a vármegyei futballszezon. Csütörtöktől vasárnapig ismét rúgják a labdát a Sóstói strandon. Elkezdte a felkészülést az A Studio Futsal Nyíregyháza NB1-es csapata. Lovas Norbert vezetőedzővel az első hétvégén beszélgettünk. Mielőtt a felkészülésről beszélnénk, ejtsünk néhány szót az elmúlt idényről. Újoncként vágott neki a csapat a bajnokságnak, a bemaradás volt a szél végül, 8. helyen zártatok. Mennyiben volt kerek ez a szezon? Összességében tudom azt mondani, hogy kerek lett a vége, mert azért voltak hullámvölgyök, amiből szerencsésen és sikeresen jöttünk ki. Nagyon fontos volt szerintem, hogy a végére csapattá értünk össze, és kisegítettük egymást a nehéz pillanatokba. Ez kellett a két brazil légiósunk szerepe is, hiszen döntő érdemük volt abban, hogy benn maradtunk, de nagyon nagy csapatmunkának köszönhető ez, és így sikeres volt az elmúlt szezonunk. Most már elkezdték a felkészülést a következő szezonra. Mennyiben változott a keret? A keret az változott. 5 új játékost igazoltunk, illetve ugyanennyien is mentek el a csapattól. Ezekről úgy nagyjából nem szeretnék, hogy ki miért ment el, így alakult, viszont az új játékosok szerintem sikerült minőségi játékosokat igazolnunk, válogatottakat is sikerült ide csábítani Nyíregyházára. Úgy látszik, hogy azért az első szezon megtette a hatását, hiszen ide tudtunk tényleg csábítani nagyon jó játékosokat. Nagyon bízom benne, hogy hamar sikerül a beilleszkedésük, mert a bajnoki rajt az hamarosan itt van. Nevesítsük az érkezőket. A Dávid Ricsit és az öreg Laki Norbertet igazoltuk, ők nagyon sokszoros magyar válogatott futszájátékosok. A Kovács Ádámot sikerült még egy U19-es feltörekvő fiatal tehetséget, ő is Kecskeméten játszott, utána az MFA-ba. A Ricsi és a Norbi, ők Kecskemétről jöttek. A másik brazil srác, Gregory, ő is rendkívül jó bajnokságban játszott kint Brazíliába. Ő még az újoncunk, illetve egy kapusposztra sikerült a Sanyit ide csábítanunk, és ő lett az utolsó érkezőnk. Az első hét a erőgyűjtésről szólít az atlétikai centrumban, konditerem, futás, mennyire vagy elégedett a látottakkal? Nagyon elégedett vagyok, meglepően elégedett vagyok. Nem szoktam dicsérni a játékosokat, de nagyon keményen beleálltak a munkába, és nem ez a hivatalos első hetünk, de már volt egy úgynevezett nulladik hét, ahol egyéni program alapján készültek a játékosok, és mindenki 100%-osan vetette bele magát a munkába. Kemény edzések vannak ezen a héten, jövő héten is még, és utána pedig áttérünk a labdás edzésekre napi 2-vel, és utána várjuk a bajnoki rajtot. Edzőmeccsek a bajnoki rajtig? Igen, lekötöttünk már 2 fix időpontra csapatokat. Az egyik a Debrecen lesz, a Deac, a másik pedig a Kassa, az lesz a bajnokságra a főpróbánk. Róluk annyit kell tudni, hogy ők a szlovák bajnokság második helyezett csapata. Nagyon erős csapatról van szó, és így is terveztem, hogy egy erős csapat ellen próbáljuk meg a felkészülést lezárni. Még folyamatban van egy edzőmeccs, arra még keressük a csapatot. Mikor kezdődik a bajnokság? A bajnokság jövő héten hétfőn lesz a sorsolás, és augusztus 11, illetve 14-én rajtolunk. Megint az eleje ilyen vontatott lett, hogy játszunk 2 meccset, és utána 2 hét pihi, utána megint játszunk 2-3 meccset, megint 2 hét pihi. Igazából itt figyelembe kell venni a nemzeti csapatot, hogy ők nekik a programjukat, és ezáltal egy kicsit vontatott lesz az eleje, de utána belerázódunk. Egy 8. hely után mi lehet a cél a következő bajnokságban? Ezt nehéz most így elmondanom, hogy mi lehet a cél, de nagyon bízom benne, hogy egy 5., 6., 7. helyen oda tudunk érni, és akkor egy felsőházat meg tudunk célozni. Ez az első kör után majd ki fog rajzolódni, az első 11 meccs után, hogy hol is van a helyünk a bajnokságban. Bízom, hogy egy picit tudunk lépkedni felfele, és akkor mindenki boldog lesz.
31. alkalommal rendezte meg a Vármegyei Vadászkamara a Milotai Gábor emlékversenyt. A nyíregyházi VUK lőtéren a 100 korongos lövészviadalon 48-an vettek részt. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a Milotai Gáborról, akiről a versenyt elnevezték, ő a világháború után nagyon sokat tett azért, hogy a megyénkben, most már a Vármegyénkben a sportlövészet újra felé legyen és újra legyenek versenyek. De a sportlövészet azért fontos, egyrészt egy sport, tehát ez is ugye, mint az összes sport megpróbálja az ember, itt is van, aki jobb, van, aki gyengébb, rangsorok alakulnak ki, de csak az egyik aspektusa nekünk vadászoknak nyilván azért nagyon fontos ez, hiszen itt lehet gyakorlatot szerezni, hogy majd kint a vadra, amikor lövünk, minél pontosabban tudjunk lőni. Nyilván a vad az nem egy céltábla, rossz lövés, senkinek nem öröm, szenved tőle a vad, nem hull el gyorsan, nem pusztul el gyorsan, tehát mindenkinek azt javasoljuk, minden kezdő vadász itt a lőtéren csiszolja a tudását, szerezne egy üzembiztos lőkészséget, hogy majd kint a vad esetén is jól tudjon lőni. Nagyon fontos tudni azt, hogy nem csak a versenyzőknek szól ez a verseny, nem csak a profi, akik mindig minden héten versenyen vannak, hanem pontosan várjuk a vadászainkat, hogy ezzel egy kicsit ráhangolódjanak a apró vad szezonra. Februárban befejezték, letették a sörétes fegyvert, legközelebb majd augusztusban tudják felvenni a galambra, illetve a récére. Na de hát ugye ez egy nagyon hosszú idő. Hiába tud az ember lőni, kijön a gyakorlatból. És itt ez a 100 korong, azért 100 korong, még ha jól lő az ember, akkor is bőven több mint 100 lövést jelent. Ez egy olyan kis rutint jelent már, hogy majd augusztusra már egy kicsit nagyobb gyakorlattal tudunk neki fogni az apró vadászatnak. Nagyjából a csapatnak a egyharmada vadász, aki nem jár versenyekre, majd egy kétharmad pedig olyan, aki valamilyen szinten jár versenyekre, az lehet, hogy évi két versenyt jelent, lehet, hogy minden hétvégén versenyt jelent, de nyilván a verseny rutin csak versenyen szerezhető meg. Aki vadászként ide eljön, annak elsősorban a fegyverkezelés, ugye magának a fegyvernek a biztonságos kezelése, ami az elsődleges gyakorlási szempont, és a lőkészség fejlesztése, nyilván a versenyzőknél már az a kérdés, hogy a 100-ból hány korongot fog meglőni, neki a többivel már kevesebb csiszolni magunkban. Hogyan értékelik a versenyzőket egy ilyen versenyen? A Compact Sporting verseny az azt jelenti, hogy öt lőállásra helyezkedik el egymás mellett, és most jelenleg úgy zajlik, hogy öt fővel rendeztük be a pályát, picit gyorsabban, pörgősebben megy. Ugye nem gyakorlott koronglövők vannak csak, hanem vannak vadász kategóriák, mivel ez egy Milotai Gábor emlékverseny, megyei versenyről szó, megyei vadászoknak a napjáról, összejöveteléről, hogy együtt legyenek, igazából nem a koronglövőkről, és ez egy olyan nap, hogy itt mind ismerkedés van, koronglövészet, egy kicsi gyakorlás van, az őszi, hát a korai ősz inkább indul ugye a gerlevadászattal, majd lassan a szezon, utána folytatódik majd a vízivaddal, aztán később majd a fácánnal, a mezeinyúllal. Tehát ez mind-mind gyakorlás a vadászoknak arra, hogy a lehető legfájdalommentesebben tudják elejteni majd az apró vadat a vadászat közben. Most jelenleg 100 korongos versenyt a Szedlár László úr lőterén, a VUK lőterén tartottuk meg. Igazából a megyei vadász kamarának van egy csapata, ugye Hajzer Szabolcs, Juhász Péter és jó magam, Szakály Zoltán. Mi minden évben bevállaljuk, hogy a verseny lebonyolításában maximálisan kivesszük a részünket. Ma is bíráskodunk mind a hárman, plusz még Hajdú-Bihar megyéből érkezett egy koronglövő barátunk, aki bevállalta a versenynek a negyedik pályán a bíráskodását. Ugye 100 korongos verseny, 4 pálya van, minden lőtér, minden pályán 25 korongra lőnek a versenyzők. Igazából nem bonyolítottuk túl, 3 szólókorong van, és 1 vadászdublé van minden lőállásban. A vadászdublé azt jelenti, hogy az első korongot kikéri, rálő, és a lövésre érkezik a második korong. Igazából ez az egyszerűbb, legegyszerűbb formája a Compact Sportingnak, hogy mindenkinek maradandó élménye legyen. Tehát igazából, hogy még jobban motiválja az embereket arra, hogy legyen kedvük jönni lőni, és igazából az alapoktól kell ezt az egészet elkezdeni. Ugye említetted, hogy a vadászok számára ez egy nagyon jó gyakorlás. A profi sportlövőknek hogyan néz ki egy szezonjuk, hány versenyük van, illetve mi számít a legkomolyabb versenyeknek? Igazából magamból indulok ki, mert szerintem nem sokan járnak többet versenyre nálam. Körülbelül 40 versenyen veszek részt egy évben. Igazából edzeni már nem szoktam. Akkor szoktam edzeni, amikor elmegyek vagy nemzetközi versenyre, ha kijutok, vagy egy
ország más részén lévő versenyen kell részt venni. Ott, ha megtehetjük, akkor elmegyünk előző nap, úgyis ott kell aludni, akkor picit korábban érkezünk, akkor a Compact Sportingba lelőjük a pályát, mert az gyakorolható. A Sporting ugye egy másik formája, az nem gyakorolható, de elfből nem is szoktam gyakorolni a Sportingot. Idén el tudtam jutni, februárban volt Dubájban egy nagy verseny, egy nemzetközi verseny, ott 600 nevezőből 10. helyen tudtam végezni. Az első nap egy különösen viharos, szeles idő volt, a ilyen nádfederes kunyhót felvette a szél, aztán tehát úgy bevitte a bányatóba, tehát akkor mondom, képzelhetitek, hogy mennyire vitte. De utána sikerült felállni, aztán jó eredménnyel zárni. Azután májusban Cipruson voltunk, a Sporting Európa bajnokság volt, ott sikerült a magyar csapatnak ezüstérmet megszerezni, 10-14-15 nemzet indult a versenyen. Igazából most lesz egy világbajnokság a jövő héten Gánton, Sporting világbajnokság, majd Görögországban lesz szeptemberben egy Compact Sporting világbajnokság, amin ugyancsak szeretnék részt venni. Igazából a megyéből, hát már most harmadik éve sikerült elérnem, hogy a magyar nemzeti csapatnak a tagja tudok lenni. Ez jó esik, szerintem a megyének is, nekem meg nagyon, hogy igazából azt mondom, hogy nulláról fel tudtam állni egy olyan szintre, hogy a nagy koronglövők között már azért jegyeznek. Augusztusban magyar kupa és bajnoki mérkőzésekkel rajtol a vármegyei futballszezon. Az aktualitásokról Kvaka Árpádot kérdeztük. Felnőtt korosztályban 103 egyesület adta be a nevezését. Ez ugyan 7 számmal kevesebb, mint ami volt tavaly, hiszen 110 csapat nevezett tavaly. Viszont azt ne felejtsük el, hogy a tavalyi évben, amikor beadta a nevezést ez a 110 klub, közülük csak 107 indult el, majd ősszel még 4 dobta be a törlő között, tavasszal meg még 2. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2022-23-as szezont 102 felnőtt egyesület fejezte be, és ahhoz képest ez a 103-as jelentkezési létszám azért ez nem mondható rossznak. Ami kiemelendő az, hogy 7 év szünet után Jándon ismét lesz futball, valamint ismét benevezett az a Demecseri Kinizsi, aki tavaly is benevezett, aztán nem indult el, bízunk benne, hogy most elindul. És ami örömteli szintén, a Nyírkarászon, ugye a Nyírkarász KS-e ugyan megszűnt, illetve visszalépett, de egy új klub alakult Nyírkarászban, és úgy néz ki, hogy ott is lesz futball. Hogyan alakultak a csoportbeosztások? Az első és a másodosztály az volt, ahogy ki is írtuk és ahogy terveztük, tehát egy 16 csapatos első osztály és egy 3x14 csapatos másodosztály. Ami változás van, mivel csak 45 harmadosztályú csapat nevezett, ezért a kiírt 4 csoporttól eltérően végül is 3 csoportba osztottuk be ezt a 45-et. Ez azt jelenti, hogy 3x15 fős csoport lesz a harmadosztályba. Ugye ez azzal is jár, hogy egy jó pár egyesületnek többet kell utaznia, mint amit tavaly kellett, viszont felvettük azokkal az egyesületekkel, azzal a 6 egyesülettel a kapcsolatot a döntés előtt, akik ugye a megyei térképen úgy vannak, hogy egyszerűen a csoportbeosztás, az új csoportbeosztással sokkal többet kellett utazniuk, és örömmel tapasztaltuk azt, hogy mind a 6-an abba voltak, hogy inkább utaznak többet, de legalább több mérkőzést játszanak, új csapatokkal ismerkednek meg olyanokkal, akikkel még nem is voltak egy csoportban, úgyhogy ennek köszönhetően 15 fős csoportokat tudtunk kialakítani, valóban ez sokkal jobb, mint hogyha 4, 10 vagy 11 fős csoportot alakítottunk volna ki. Az elmúlt években az MLS hozzá tudott járulni a klubok nevezési költségeihez, így van-e most is? Igen, 2011-től ez folyamatos, tehát mind a nevezés, mind a versenyengedély kiváltás, mind a játékvezetők díj 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség továbbra is átvállalja. A nyár a határidőkről is szól, meddig tart az átigazolási időszak, meddig lehet igazolni a játékosokat? Augusztus 31-ig lehet igazolni, viszont ami nagyon fontos, hogy a szabad átigazolási időszak, azaz amikor nem kell a jelenlegi, tehát az átadó klubnak a beleegyezése, az csak július 20-áig tart. Július 20 után már csak úgy lehet igazolni játékost, hogyha a jelenlegi aktuális klubja azt megengedi és aláírja az átigazolási lapot. Mikor indul majd a vármegyei futball idény? Hát a futball idény az több lépcsőbe fog indulni. Először is annak a 6 megyei csapatnak kezdődik el leghamarabb a 23-24-es szezon, aki a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára jutott, hiszen nekik augusztus 5-6-án lesz az első országos kör. Ugye nagy szerencsénkre mind a 6 csapatunk egyébként hazai pályán lép pályára. Igaz, a Gyulaháza és a Csengersima MB3-as csapatot kapott, de hát bízunk benne, hogy sikerül felborítani a papírformát. Aztán augusztus 12-13-án indul a vármegyei első osztály. Egy hétre rá augusztus 19-én a 15
csapatos harmadosztály, és újabb egy hétre rá, tehát augusztus 24-25-én pedig a három csoportos, 3x14 csapatos megyei másodosztály. Mikor indul majd a Magyar Kupa megyei selejtezője? A megyei selejtező az augusztus végén fog indulni, 34 egyesület nevezett be, ez egy nagyon szép szám, hiszen mióta teljesen önálló a jelentkezés, és nem kötelező a megyei csapatoknak, azóta nem volt még ilyen magas szám. Tavaly például 29 egyesület nevezett, az volt eddig a legmagasabb, most pedig 5-tel több, tehát 34. Viszont így a lebonyolítás is érdekes lesz, ugyanis a 34-ből úgy tudunk csak 32-t csinálni a következő körbe, hogy az első fordulóban mindösszesen 4 csapat fog majd pályára lépni, utána két hétre lesz a második kör, amikor már 32 csapat lesz érdekelt, és még szintén idén szeptember végén a harmadik fordulót is megrendezzük, ott meg már 16 csapat lesz versenyben. Minden évben kardinális kérdés a játékvezetés, van-e létszámban, minőségben megfelelő keret arra, hogy rendben lemenjenek majd a meccsek? Idén ugye évelején volt egy játékvezetői tanfolyam, ahol viszonylag szép számmal végeztek játékvezetők, közülük már kevesebben kezdték el a működést, és ami egy picit szomorú, hogy közülük pedig jó páran jelezték már, hogy nyáron másik megyébe folytatják. Tehát itt gondolok elsősorban a szomszéd Hajdú megyébe, hiszen onnan is jöttek át ide tanfolyamot elvégezni, mert Hajdú megyébe nem indult, illetve hát az életvitelük miatt, a változásuk miatt Budapestre költöztek. Tehát azt azért látni kell, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a fiatal 20 éves játékvezetők sokszor azért mennek el, vagy hagyják abba, mert az adott élethelyzetük megváltozik, vagy munka, vagy tanulás miatt a fővárosba, vagy a szomszédos megyébe kerülnek, és ezért sajnos úgy folyamatos a létszám lemorzsolódás. Bízunk benne, hogy a következő játékvezető tanfolyamon is majd lesz jelentkező, és legalább létszámban megleszünk. Hát a minőség az pedig egy olyan dolog, hogy ugye ez vagy kialakul, vagy nem, ezt nem tudhatjuk, hogy milyen minőségű játékvezetők jönnek ki, de bízunk benne, hogy legalább létszámban megleszünk. Csütörtökön a női minitornával elkezdődött a 11. Sóstai Strandfoci Fesztivál. Délután a férfiak is pályára léptek, a döntő vasárnap délután 16:30 lesz. Amikor eldőlt a Sóstói Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója, Podlovics Lajos úrra történt megbeszélés után, hogy a torna ismét megrendezésre kerülhet, akkor gyakorlatilag meghirdettük a Facebookon, és 2-3 héten belül a 60-70%-a már el is kelt a helyeknek, aztán utána folyamatosan hirdettük, de egy jó hónap alatt megvolt a létszám. Egyedül a hölgyeknél volt problémánk utolsó pillanatig, mindenfajta média lehetőséget kihasználtunk, hogy a hölgyek közül is legyen meg a 4 csapat, de mindig csak 2 volt, és az utolsó pillanatban viszont már egy kis bonyodalom is adódott ebből. Ha nem úgy alakult, akkor elnézést kérünk azoktól, akik szenvedői most ennek. 10 év tapasztalatával milyen rendezvényre, milyen színvonalú tornára lehet számítani? Én azt hiszem, hogy olyan csapatok vannak itt, ismerve a csapatok összetételét is, hogy fantasztikus torna lesz. Egy évről évre jobbok ezek a csapatok, bejárják az egész országot, hiszen amikor elkezdtük 11 évvel ezelőtt ezt a tornát, akkor 6 csapat indult el ezen a tornán, és totyogva-lötyögve jöttek a csapatok. Egyetlen egy csapat volt a Bohemian FC, aki már akkor az országban is komoly hírnevet szerzett, hiszen több tornát is megnyertek, és őtőlük sokat lehetett tanulni, de aztán előbb-utóbb évről évre mindig jött újabb 6, új volt 10 csapat pluszba, és aztán már 32 gyakorlatilag a negyedik évben már meg is volt, és egyre jobban tanulták ezt a játékot, ami nagyon szép. Honnan érkeznek a résztvevők? 4 megyéből érkeznek a résztvevők, sőt nemzetközi női férfi strandfoci fesztiválunk, hiszen Szlovákiából is érkezik egy csapat, tavaly itt voltak már, és próbálkoztak ezen a tornán, akkor 15-16-okat kaptak gyakorlatilag, de most már máshol is próbára tették magukat, és bízom benne, hogy most már jól fogják érezni magukat. A tavaly is jól érezték magukat, csak akkor még az eredmény nem volt olyan jó, most esküdöznek, hogy most már fog nekik menni ez a játék, 2 busszal is érkeznek, családokkal, itt töltenek 4 napot, tehát megvan a turisztikai jelentősége is ennek a tornának, azon kívül még, hogy 4 megyéből jönnek, hiszen Nyíregyháza mellett Hajdú, Borsod, Szabolcs és Pest megyéből, ugye Vácról a Romeo Vác csapata is érkezik, amely minden évben résztvevője ennek a tornának. Én bízom benne, hogy fantasztikus tornát fogunk tudni lebonyolítani ismét.
egy új típusú labdát próbálnak majd ki, mire lehet számítani ezzel kapcsolatban? Megvannak a régi, jó bevált labdáink is, de én ezt jónak tartom, ki fogjuk próbálni, és majd véleményt mondanak a csapatok. Bár ugye a csapatok hoznak is mindig magukkal labdát, de jó az, hogyha van egy olyan labda, amivel akár minden mérkőzést tudunk játszani. Ugyan néz ki a lebonyolítás? Csütörtökön reggel, ugye 20-án reggel 10 órakor indul majd a női torna, a Phantom Property kupáért, és itt körmérkőzés van, körülbelül 1 órakor van az eredményhirdetés, és azt követően már 2-től és 5-től egy-egy csoport lemegy pénteken szintén, 2-től és 5-től egy csoport, majd szombaton egy fantasztikus nagy jambori kezdődik, hiszen már reggel 8 órakor kezdünk, és itt akkor majd 4 csoport fog játszani, és kialakul a végső továbbjutóknak a létszáma, hiszen minden csoportban körmérkőzés van, a körmérkőzések után az első 2 helyezett csapat jut tovább, és vasárnap pedig jön a hirtelen halál, hiszen akkorra már a továbbjutott csapatok 212 perces mérkőzéseken döntik el, hogy kik tudnak még feljebb egészen a döntőig eljutni. Mikor kezdődik a döntő a tervek szerint, ha minden rendben megy? 16 óra magasságában szeretnénk a döntőt lebonyolítani. Minden az időjárástól függ. Figyelve az előrejelzéseket, van benne viharjelzés is, ez nem, azért nem igazán lenne jó, hogyha halasztani kellene mondjuk mérkőzést, mert nem tudjuk, ez nem olyan, mint egy salakos mérkőzés bajnoki, hogy majd a jövő héten, vagy azt követően valamikor pótoljuk, de igyekszem majd úgy megoldani, hogy ez a torna tisztességesen befejeződjön. Az elmúlt egy évtized, mennyire épült már bele ez a rendezvény a Strand nyári programjába? Tekintve, hogy 11 évvel ezelőtt kezdődött, és ez a 11. azt gondolom, hogy 100%-ig beépült. Tehát igazándiból erre mi mindig meghatározzuk a programtervünket minden évben előre, és erre a rendezvényre már úgy tekintünk, mint egy ikonikus rendezvénye a Strandnak, és hála Istennek a vendégeink is így tekintenek rá. És ugye, hogyha azt teszik, hogy 11 évvel ezelőtt volt 6 csapat, most pedig már 40 plusz számban vannak jelen a csapatok, és már gyakorlatilag plusz nevezéseket nem is nagyon lehet elfogadni, azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan dolog, ami önmagáért beszél, és a rendezvénynek a színvonalát tükrözi. Az ilyen rendezvényeken kívül egyébként mi a tapasztalat, mennyire sportolgatnak itt a nyári napokban, mondjuk nem 38 fokban, úgy általában milyen lehetőség van itt mozogni azoknak, akik egy napot eltöltenek itt? Hát ugye alapvetően benne van a strandi szolgáltatásban nyáron az, hogy itt az akvatorna és az akvazumba szolgáltatást mi biztosítjuk a hozzánk érkező vendégeknek külön díjak nélkül, tudják ezt igénybe venni. Úszási lehetőség van, ugye egy gyönyörű 50 méteres versenymedence van, ahol úszhatnak kedvükre reggeltől estig a vendégek, reggeli úszás is van, hogyha valaki esetleg még munka előtt szeretne kijönni, akkor az itt a nyári szezonban reggel 6 órától ezt megteheti, 8 óráig egészen nyugodtan. Illetőleg van strandfocipályánk, ahol egyébként ugye focikapu, és békeidőben, amikor éppen nem valamilyen rendezvény van, akkor röplabdapálya is fel van állítva. Tehát azt gondolom, hogy minden adott a vendégek számára, hogy ne csak strandoljanak, hanem a strandolás közben aktívan is tudjanak időt tölteni, sportolni, csúszdák korlátlanul használhatók, gyakorlatilag nem kell értük külön fizetni. Azt gondolom, hogy ez mind-mind aktivitásra sarkalja a mi vendégeinket. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.